hová lehet tenni szakmai szempontból ezt a lebukást? Megdöbbentette önöket, amit megtudtak, mint szintén közvéleménykutatásokat végző intézetet? Ugye azt láttuk, hogy a közvéleménykutatások azok összességében egy Fidesz győzelem irányába mutattak, tehát a Nézőpont intézet kutatásai a választás megelőző hónapokban mind-mind Fidesz győzelmet jósoltak, sőt, két másik adatunk is volt, ami ebbe az irányba mutatott. Egyrészt láttuk azt, hogy a baloldali szavazók azok bizonytalanok abban, hogy ténylegesen el is mennek szavazni, tehát nem voltak olyan lelkesek. Másrészt a miniszterelnök jelöltek népszerűsége kapcsán is világosan láttuk azt, hogy Orbán Viktor többszörös plusz népszerűségnek örvendett, mint Márki-Zay Péter, tehát Márki-Zay Péter egy rendkívül népszerűtlen jelölt volt. Így valóban az különös volt, hogy több esetben is azt hallottuk a médiában egyes közvéleménykutatóktól, hogy folyamatosan zárul az olló a két tábor között, sőt voltak olyan, vagy hát volt olyan cég, amelyik a legutolsó kutatásában fej-fej melletti versenyt is kimutatott. Éppen ezért ezek nagyon különlegesek voltak, viszont maga az interjú egyébként egy nagyon komoly válságra mutat rá, hogy itt nem arról beszélünk, hogy egyes kutatások szakmai szempontok alapján tévesek voltak, feltétlenül, mert ilyen szakmai hibák minden cég esetén időről időre előfordulnak, ezeket a szakmai hibákat felül kell vizsgálni, folyamatosan fejlődni kell. Tehát itt nem arról beszélünk elsősorban, hogy szakmai hibák történtek, hanem arról beszélünk, hogy a baloldali politikai vágyámok azok a kormánykritikus közvéleménykutatók munkájára is immáron hatást gyakorolt. Tehát a szakmai munkát, politikai elvárások, a politikai érdekek, a vágyámok, azok elkezdték felülírni, amit viszont nagyon nehéz lesz korrigálni, hisz hogyha a politikai elvárások vagy a vágyámok, azok már ilyen módon vagy ilyen mértékben is felülírják a szakmai munkát, akkor ott valóban az látszik, hogy bármilyen adat, ami kikerül, ott joggal merül fel a gyanú, hogy ezen adatok mögött valójában a közleménynek a tudatos befolyásolása áll. Hát köszönöm szépen ezt a korrekt szakmai hozzáállást, mégiscsak ugyanabban a szakmában dolgoznak önök is, és az imént említett ellenzéki közvéleménykutatók, és hát ön azért enyhébben fogalmazott, hogy itt a vágyálmok kivetítéséről van szó. Hát ezek a vágyálmok igazából a bolsevik idő óta léteznek, hogy a kisebbséget többségnek mutassák, vagy legalábbis harcképes tömeget feltételezzenek azon az oldalon, ahol egyébként igen komoly gondok vannak. Egyébként, hogyha a Holdudvar maga ilyen dolgokra képes, akkor azért nem várhatunk el túlságosan sok mindent magától, a politikai elittől sem az ellenzéki oldalon. Lehet hatása ennek a kvázi szembenézésnek az ellenzéki részen? Én bizonytalan vagyok abban, hogy a politikai elit képes lenne szembenézni. Én a választások után nem értékeltem azt, hogy a vágyálmok helyét, úgymond a valóság átvette volna, ott is többséget látnak, ahol nincs, ott is kormánybuktatást látnak, ahol nincs, tehát ezek megmaradtak. A kérdés szerintem az, hogy ahol talán még érdemes erről gondolkozni, ez talán a Holdudvarnak a kérdés itt is, és itt is talán a közvéleménykutató szakma, hogy a közvéleménykutatóknak nagyon komoly felelősségük van, hogy szakmailag pontosan járjanak el, akár a nyilvános, akár csak a megrendelőknek bemutatott kutatásokban. Ugye egy közvéleménykutatásnak az a funkciója, hogy a valóságot minél hitelesebben, minél pontosabban visszatükrözze. Ez egyrészt információt szolgáltat a közvélemény számára, másrészt pedig a pártok számára is, hogy miként végzik a munkájukat. Most itt nagyon fontos, hogy itt ezen a szinten valóban a szakmai szempontok érvényesüljenek. Egy politikus, hogyha bajban van, nem azt fog rajta segíteni, hogyha kreált számokkal vagy vágyott számokkal találkozik, hanem hogyha szembesül a valósággal és ezt megpróbálja kezelni. Nagyon érdekes kérdés, hogy ezek az interjúk, ezek valóban elindítanak egy ilyen fejlődést, vagy már egyszerűen annyira elszakadt a baloldali elit
a mindennapi emberek valóságától, hogy erre már akár képtelen is. És mi lenne a járható út? Próbáljuk egy kicsit az ő helyükbe helyezni magunkat, hogy ha alulról vagy felülről újul meg egyszer a baloldal. Tehát előbb a Holdudvarnak kell rendet tennie a saját házatáján, és csak azután jöhetnek azok az írások, riportok, akár kutatások, amelyek egy tisztább ellenzéki politizálás igényét vetik fel, vagy inkább felülről a politika irányából kell, hogy érkezzen egy ilyen igény? Én azt gondolom, hogy egyik tábor sem vonhatja ki magát a felülvizsgálat alól. A Holdudvar, aki talán kevésbé van benne a mindennapi politikai történésekben, talán nekik egy kicsit könnyebb lehetne ez a fajta szembenézés, ez a fajta felülvizsgálat. Viszont a politikai elit sem teheti meg azt, hogy nem néz szembe a magyar valósága, vagy a magyar emberek akaratával. Tehát mind a két félnek nagyon fontos feladata lenne, hogy ezt a felismerést végrehajtsa és végigvigye. Talán a Holdudvarnak egy kicsit könnyebb feladata lenne. Nyilván ezt most külső szereplőként ezt nem tudjuk megmondani, hogy ebben a tanulási folyamatban hogy állnak, de hogyha egy sikeres politikát akar egy politikai csoport folytatni, akkor nem kerülheti el azt, hogy a valóságot ne értékelje. Hát akkor beszéljünk a valóságról, ami nem minden esetben csak hát örömtüzek gyújtására indíthat bennünket. A legutóbbi Nézőpont Intézet által készített felmérés is arra utal, hogy csökkent a kormánypártok, igaz, hogy az ellenzék szimpatizánsainak a száma is az elmúlt időszakban. Kérem, hogy ossza meg a hallgatósággal ezeket a számokat, illetve térjünk ki arra is, hogy elintézhető-e azzal ez a jelenség, hogy hát háború van, és a nehéz napok azok egy kicsit ráültek a magyar választópolgárokra is. Valóban a Nézőpont Intézet most jött ki egy friss kutatással, ahogy ön is említette, azt látjuk, hogy ugyan csökkent a Fidesz támogatottsága a korábbi értékekhez képest, viszont az ellenzék nem tudott profitálni. Itt nagyon fontos, hogy a különböző adatokat és számokat jól érzékeljük. A Fidesz-KDNP az extrém magas támogatottsági állapotban volt még a nyár elején. Ennek része volt akár a győzteshez húzásnak is a jelensége, tehát olyanok is Fidesz-KDNP szavazóként határozták meg magukat, akik egyébként nem szavaztak erre a pártra. Ezért van az, hogy júliusban még a Fidesz-KDNP 54%-on állt, majd augusztus ez 47%-ra csökkent. Tehát egyrészt ez a győzteshez húzásnak a hatása ez eltűnt, másrészt valóban maga a háború, a ráadott szankciók, majd a oroszok ellen válasza, az valóban egy nehezebb időszakot vetít elénk, egyfajta pesszimizmust vetít elénk, ilyenkor a szavazók is mindig kritikusabbak a kormánypártokkal szemben, de továbbra is a Fidesz-KDNP-nek ez a 47%-os támogatottság, ez óriásiannak számít. Hogyha viszonyítjuk a második legerősebb párthoz, ami a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk, mind a kettő 66%-on áll, tehát brutális különbségekről beszélhetünk. Ugye a Fidesz akkor lenne igazán bajban, hogyha ez a csökkenés, ez a baloldal segítette volna. Viszont, hogy ön is, meg hát én is említettem, a kutatásból kiderül, hogy a baloldal nem tudott profitálni. Akik elmentek a Fideszről, azok mind bizonytalanak voltak, eddig sem tartoztak szorosan a Fidesz táborához, viszont hiába van háború, hiába van szankció, hiába van egy nehezebb időszak, a baloldal nem tudott ebből profitálni, ugyanúgy 32%-ot tudnának legfeljebb elérni, hogyha összeadjuk a baloldali pártoknak úgymond a támogatottságát, hogyha visszatérünk ugye a baloldali közös csoport elképzeléshez, ami áprilisban még létezett, akkor továbbra is azt látjuk, hogy ez a 32%-os tábor egy 47%-os Fidesz-tel áll szembe, tehát továbbra is a Fidesz támogatottsága van akkora, hogy bőven és kényelmesen tudna egy választást megnyerni. Ugye a baloldal helyzetét az sem segíti, hogy szétforgácsolódtak, óriási válság tünetek mutatkoznak, vezetői válság tünetek mutatkoznak a baloldalon. Egyedül a Demokratikus Koalíció volt az, amelyik most úgy néz ki, hogy úgy, ahogy egyben tud maradni még, de hát a többi pártnál látjuk azt, hogy vagy teljesen eltűnnek, vagy jelenleg egymással harcolnak. Itt azt látjuk, hogy a hatalmas Fidesz-KDNP többséggel szemben ma már nem is
közepes méretű ellenzéki pártok küzdenek, hanem kis pártok, törpe pártok küzdenek. A hétvégi időközi választások is ezt illusztrálják megfelelőképpen. A mai reggelen már szó volt arról, hogy azért nem szabad túlságosan messze menő következtetést levonni ezekből a számokból, de azért kérem, hogy egy mondatban értékelje Fazekas Csilla kormánypárti jelölt győzelmét Budavár 5-ös számú választókörzetében, ami ugye hát a közgyűlési többség szempontjából igen-igen fontos volt. Igen, maga a választásnak valóban nagyon fontos szempontja, nagyon fontos tétje volt, hisz így újra a Fidesz-KDNP lett a közgyűlési többség. Maga az, hogy Budapesten képesek a kormánypártok ezen nehéz időszakok ellenére is ilyen óriási támogatottságú győzelmet elérni. Ez azt jelenti, hogy azért a magyarok továbbra is bíznak a kormánypártokban, bíznak a jelöltjeikben, és az ellenzéket nem, hogy a kormányképes ellenzéki nem tudnak rájuk tekinteni, hanem igazából kompetens ellenzéki pártként sem tudnak már rájuk tekinteni, és mint ezt látjuk, ez a hatás nem csak vidéken érvényesül, hanem már Budapesten is, amiről sokáig az volt a vélekedés, hogy hogy Budapest a baloldalnak egy kényelmes terep lenne. Az előbb említette a 32-es számot, mint az ellenzéki támogatottságot mutató értéket, és ezzel kapcsolatban azért már hát egy kicsit optimistán arra gondoltam, hogy akkor ez már kevesebb, mint 33, tehát már kevesebb, mint minden harmadik ember gondolja csak úgy Magyarországon, hogy visszacsatolódva a beszélgetésünk elejéhez, a meghamisított közvéleménykutatási adatok, vagy a reggel korábbi beszélgetéseihez a külföldről történő anyagi befolyásolás elfogadható dolog egy ország mindennapjaiban. Azt hiszem, hogy ebben lehet bízni, már amennyiben megállja a helyét ez a megállapítás, mert nyilván azért vannak jóindulatú, naív, megtévesztett emberek is azon az oldalon. Igen, tehát az látszik, hogy bármilyen eszközt vett be egy politikai tábor, legyen akár ez a közvélemény befolyására alkalmas vagy alkalmasnak vélt közvéleménykutatási adatok, akár egy nagyon erőteljes külföldi támogatottság, azért a magyarok többsége nem hagyja magát megvezetni, tehát vagy látják azt egy pártban, hogy ez tényleg kormányzóképes, tényleg a magyarok érdekét képviseli, vagy egyszerűen, hogyha mondjuk mégsem tudnak mondjuk a Fidesz-KDNP-vel szimpatizálni, egyszerűen a bizonytalanok táborába vonulnak. Tehát ilyen eszközökkel, amikkel a baloldal élt az elmúlt hónapokban, ezekkel jól látszik, hogy nem lehet Magyarországon a többséget szerezni, nem lehet ezzel kikezdeni a kormányzó pártoknak a hitelességét, és látjuk, hogy bármilyen idők is következnek, bármilyen hatások is érik Magyarországot külföldről, a kormánypártok hitelessége, támogatottsága továbbra is extrém magas.